Jó reggelt kívánok mindenkinek! Most jó-e az adás? Kérek minden kedves versenyzőt, hogy egymástól kellő távolságra, de azért ide figyelve foglaljatok kérlek helyet. Esetleg valaki arra vállalkozni, hogy itt helyet fog az adás megye, azt azért hálás lennék, esetleg esztike, valaki tud oda menni. És tegnap arról volt szó, hogy a Talmud azt tanácsolta, hogy az ember ne lakjon egy olyan, az ember inkább lakjon egy új városban, emlékeztek, ez volt a Dunaújvárosi vicc, de már akkor se tartottátok olyan viccesnek, szerintem egész jó volt. Én viccesnek tartom. Na, kompenzáljátok egy kicsit, ne vessetek. Azóta volt idő végig gondolni. Na, de viccet félretéve, azért ne vicceljük el a dolgokat. A Talmud azt mondja, hogy egy új városban érdemes lakni, de egy új városban nyilvánvalóan kevésbé esélyes, hogy sok bűnt követett el a város. És akkor ennek kapcsán azt mondtuk, hogy igen, Szodomában is 5 város volt, és az 5 város Vanda, javaslom, hogy a másik oldalra üljél. Ott tele azt a széket. Ja, asztal. Igen, hát ez egy probléma. Jó. Oké. Okay. Szóval az 5 város közül Szoár volt az a város, amelyik közel volt. Az, hogy közel volt, azt jelenti, hogy ő volt a legfiatalabb város. Mert hány éves volt Szoár? 51 éves volt Szoár, szemben Szodomával, ami 52 éves volt. Talmud azt kérdezi, hogy honnan tudjuk, hogy és mennyi volt a városnak a nyugodalmas évei, mennyi voltak. Nem kezdődtek el a problémák. Eszrimbes és 26, mondja a Talmud. Dixiv, stémeszé, sanna, avdőszkedelei, mers, lajsesé, sanna, maradu, bár beszél, és annak ugye olvasunk a Tórában a 4 és a 3 király harcáról, nem, 5 és 4 király harcáról. 5 és 4, vagy 3 és 4, most jöttem bele, bonyolultam, amelyek közül egyik volt Szodoma királya, aki a háborúban, és az egyértelműen látszik, hogy 26 év után volt a háború. Oké. Különben a kommentárok pontosan végveszik, hogy honnan tudjuk, hogy 51 vagy 52 éves volt Szodoma városa. De most nem fogunk mélyen belemenni. Most még mindenféle ilyen jó tanács következik. Amar Ravabar Mahsi Amar Rav Chama Ben Guri Amar Rav Kol Irsegög és Seag Vajmi Beisek Neszesz, ez Szöjv Harévo. Van egy olyan szabály, ezt a mai napig nem annyira, mert itt most elég nehéz lenne megtartani. A faluban igyekeztek a zsinagógát a legmagasabb épületnek építeni. Ugye Budapesten is azban a házban van egy olyan előírás, hogy a bazilikánál hosszabb, magasabb várost, nem várost, hanem bocsánat, épületet nem lehet fele. Ugye? Honnan jön ez a szokás a keresztényeknél? A zsidóknál is van egy ilyen előírás, hogy a zsinagóga legyen a legmagasabb épület a településen. Ezt New Yorkban elég nehéz lenne megtartani, de kis faluban igen. Mert korábban volt egy olyan Magyarországon és több európai országban is, volt olyan rendelet, hogy a zsinagóga nem lehet olyan magas, mint a például nagyon érdekes Mádon, itt megmutatták nekem, hogy ott van 3 templom, van egy katolikus, egy református, és van egy zsinagóga, és ez 3 hegyen épül, úgy, hogy pontosan ugyanabban a magasságban épültek. Ha megnézed, akkor ugye ez ilyen dimbes, dombos, hegyes, földes a település, de a 3 templom az pont egy magasságban van, és kiemelkedik a többi épület közül. Itt van ennek a forrása. Talmud azt mondja,
Amara azt mondta Rave Bar Machsaya, az a város, amelyeknek a háztetői magasabbak a zsinagógánál, a végén el fog pusztulni. Mert ennek az ellentétét látjuk Ezra könyvében, aki azt mondja, le röjmém ez bészelöké, nula hámit hare vajszav, hogy építsük újra Isten házát, és a elpusztult romjait, azért, hogy kerítést építsünk Jehudában és Jeruzsálemben. Magyarul, az lesz a mi kerítésünk, az lesz a mi védelmünk, ha újjáépítjük a szentélyt. Jeruzsálemben a szentély volt a legmagasabb épület, és ezért tudott Jeruzsálem ilyen sok időn keresztül megmaradni. Ha viszont valaki olyan várost épít, aminek a házai magasabbak, mint a templom, akkor nem adja meg a tiszteletet a zsinagógának, a templomnak, és ezért el fog pusztulni ez a város. De Hani Milibe Batim, Aval Bekas Kusei, Ve Avrudei, Leislamba, mert azt mondja a Talmud, ez mind csak lakóházra vonatkozik, de okra, és vagy raktárakra, nem, az lehet magasabb, de a lakóház az ne legyen magasabb, mint a zsinagóga. Iroda még akkor nem volt, úgyhogy ezt nem mondja, hogy azzal mi van. Amara Vási, Anna Abdine Massa, Mácsia Delai Harva. Azt mondta rá Vási, én értem el Mácsia városában, hogy ne pusztuljon el. Azzal, hogy figyelmeztettem őket, hogy a zsinagóga legyen a legmagasabb épület. Ezt mondtam, hogy mit értél el? Van Hamcharéva. Hát mégis elpusztult az a város, mert mondta, hogy elértem, hogy ne pusztuljon el. Azt mondja Ravási, azt mondta, hát azt értem el, hogy ne emiatt a bűn miatt pusztuljon el. Oké, van már Ravivának, Hászajának, Hána, most más tanácsok jönnek. Azt mondja, ha az ember szolga, azt mondja, inkább legyen szolga egy arabnál, mint egy rómainál. Inkább legyen szolga egy rómainál, mint egy perzsánál. Inkább legyen szolga egy perzsánál, mint egy rabbinál. Miért? Szóval az első négy az azért van, mert az arabok azok nem annyira kegyetlenek, mint a rómaiak. A rómaiak nem annyira kegyetlenek, mint a perzsák. És a rabbinál pedig azért veszélyes szolgának lenni, mert a rabbi tanyos szereti Isten, és ha valaki egy kis hibát is elkövet, mint szolga, akkor Isten meg fogja büntetni. És mi a top, a legveszélyesebb, inkább legyen a rabbinál, mint egy özvegynél, vagy egy árvánál. Miért az, hogy a Tórában, ha egy özvegy és az árva kiállt hozzám, azt meghallom. Isten a legjobban az özvegyekre és az árvákra figyel. És ezért, ha őt szolgálod és egy kis hibát is elkövetsz, akkor még nagyobb lesz a baj, mint ha egy rabbinál szolgálsz. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogyha munkát keres, először nézze meg az arabokat. Amar Rav Bar Mácsia, Amar Rav Háma Bar Gúria, Amar Rav Kolchai, azt mondja, most különböző betegségek. Ha már ez van napirenden, akkor mi sem maradhatunk le. Azt mondja, azt tanította Rav Háma Bar Mácsia, minden betegség jobb, mint a gyomorbetegség. Szóval a kommentár azt mondja, hogy a gyomorbetegség az, ami a leghosszabban gyötri az embert, és a legjobban megbénítja, és a leghosszabban tart, mire Kol kev, löj kev lév. Azt mondja, minden fájdalom jobb, mint a szívfájdalom. És minden minden fájdalom jobb, mint a fejfájás. Nem. Itt három dologról van szó. Van betegség, van fájdalom, és van fájás. Különbség, a betegség az az, ami egy hosszantartó betegség. A fájdalom az az, ami visszatérő fájdalom. Szerintem, hogy fáj nagyon, utána elmúlik, megint nagyon fáj, elmúlik. A fájás az az, ami csak egyszer jön, és az ember rájön. Akkor azt mondja, a legrosszabb betegség, az első, az a gyomorbetegség.
A legrosszabb fájdalom, oda visszatérő, az a szívfájdalom, és a legrosszabb fájás, az a fejfájás. És most jön le a legjobb. Kor rav la isera. Bármilyen rossz, csak ne egy rossz feleség. Szóval miért? A kommentárok azt mondják, hogy egy rossz feleség, egy rossz indulatú feleség, az az ember az összes betegséget ráhozza. Érdekes azon gondoltam, amikor reggel ezt készültem, hogy miért nem beszél a rossz férjéről. Nyilván azért, mert ezt főleg férfiak mondták, és a saját tapasztalatukat osztották meg. De mindenképp a Talmud azt mondja, hogy innen tudjuk, hogy amikor valaki feleséget keres magának, gondolom ez ugyanígy igaz a férre, akkor mindent kell nézni, hogy szép, okos, mit tudom én. A legfontosabb, hogy jó szívű legyen. Szóval, ha rossz indulatú, annál rosszabb feleség nincs a Földön. Nem rosszabb feleség, annál rosszabb rossz nincs a Földön. Amar Rav Machse, Amar Rav Chama ben Guri, Amar Rav Imjuk Hala Yamin Vag Gamin Kul. Most egy nagyon érdekes dolog jön a hatalomról. Azt mondta Rav Machse, Amar Rav, ha minden tenger tinta lenne, és minden nátszál toll lenne, és a teljes égbolt papír lenne, és minden ember írnok lenne, akkor se tudnánk leírni azt a sok szempontot, ami a hatalom kezében van. Mit akar ezzel mondani? Ugye volt ez a híres mondása az Arik Sharonnak, amikor azt mondom az Arik Sharonnak, vagy lehet, hogy a Beginnek. Ugye abban a Beginnek. A Begin ugye hatalomra került Izraelben, az izraeli jobb oldalnak a kultikus vezetője, akkor ugye ő előtte egy csomó mindent támadta a baloldalt. Főleg a fő téma az volt, hogy a Jom Kippuri háborúban elfoglalt területeket adják-e a békért cserébe. És ő nagyon ellenezte ezt. És utána ő volt az, aki Egyiptommal aláírta a békeszerződést, és az egész sínai felszigetet visszaadta Egyiptomnak. És akkor kérdezték tőle, hogy hát nem azt mondtad a választásoknál, hogy nem fogod visszaadni? Erre azt mondta, Dvarim se roim mikán, loraim misám. Vannak dolgok, amiket innen nem lát, amit innen lát az ember, és onnan nem lát az ember. Szóval más, amikor ellenzékben vagy, és más, amikor kormányon van, csomó szempont van, amit kormányon látsz, az ellenzékben nem látsz. Szóval a Talmud itt is hasonlóan azt mondja, egy hatalom az olyan sok, aki a hatalmon van, olyan sok szempont közül kell választania, és mondják, mérlegelnie, amit nem lehetne leírni, ha az összes nátszál toll lenne, az összes folyó tinta lenne, az összes a teljes égbolt papír lenne, akkor se lehetne leírni azt a sok szempontot. Kommentálok, mert azt is mondják, hogy ez az oka annak, hogy az embert ne hőbörögjön a hatalommal szemben. Mert hőbörög azért, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, egy csomó minden nem lát, nem tudja, hogy mi van a háttérben. És a legfontosabb a stabilitás. És ezért, ha elkezd hőbörögni, és felbomlik a hatalom, akkor az még rosszabb dolgokat fog hozni. Oké. Okay. Ennek kapcsán azt mondja Talmud, Mike-ra, mit tanulunk abból a mondatból, ami a példabeszédekben van, Shomayim lerum, ve arec leoimek, ve lev melachim enyheiket. Az ég a magasságban, a föld a mélységben, a királyok szívét nem lehet megérteni. Ugye? Mit tanulunk ebbe ugyanezt? Csomó olyan szempont van, ami a hatalom birtokosa a király kezében, amit egy egyszerű ember nem tud megérteni. Van már Rabbar Márcsi, Amaráv Kámabar Gúrja, Amaráv Jófe Tájnisz Halem, ke Éjsleni Nöjrész. Most visszatérünk az álmokhoz, csak egy pár mondat erejéig. Ja, tanultuk már a Brachot traktátusban is, hogy valakinek rossz álma van, akkor lehet böjtölni. Ezt hívják az álomböjtjének. És ennek az a lényege, hogy az ember úgy érzi, hogy valami rosszat jelzett neki az álom, ha böjtöl és csúvát tesz és megtér, akkor ezzel jóvá teszi azt a rossz álmot.
Azt mondja erre Rav Bar Machsia, szép dolog a böjt az álom után, mint amilyen szép dolog a len törésénél a rostok leszedésére a tűz. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Van itt esetleg valaki, mit tudja, mit jelent a lent törése? Gondolom, hogy ez valami, ami gondolom, hogy a lent beáztatták, és utána törték, és úgy csináltak belőle. Hogy? Ilóták? Tilolás. Tilolás? Tilolás, hogy köszönjük a szárban és kifésülik ez a tilolás. Aha. És vagy a tűzzel szedik le a fölösleges rostokat? Mindegy. Oké. Okay. Nem mindegy, Julika, nem mondasz, hogy mindegy. Mindegy, hagyjuk, menjünk azon. Amár a friss, de a gajba jön, ha valaki böjtöl a álma után, akkor ennek csak akkor van értelme, ha aznap már böjtöl. Reggel fölkel, és rögtön böjtöl. Amár a viajszer, és a viajszer azt is mondta, hogy ez annyira fontos, és annyira megnyugtatja az embert, hogy még szombaton is lehet böjtölni. Minden más böjt, Jom Kipur kivételével, az nem lehet szombaton, mert szombati örömnek, a szombati jólétnek ellentéte lenne. Hogy böjtöljön. De ezt, mivel egy fájdalmat old föl azzal, hogy böjtöl, akkor lehet böjtölni szombaton. De különben, kommentárok mondják, később kell böjtölni még egy napot azért miatt, a bűn miatt, hogy böjtöltél szombaton. ez így van. De jó, de akkor gyakorlatilag érdekes, nem szabad rosszat álmodni. Értsen, nem kötelező böjtölni a ünnepi böjtöt. Vagy a... Nem, a... Álomböjtöt. Ha valakinek ez feloldja benne a fájdalmat, vagy a félelmet, akkor lehet... De akkor két nap kell. De akkor számolni kell vele, hogy még egy napot kell majd később böjtölni, amiatt a bűn miatt, hogy szombaton böjtöt. De ez csak nappali böjt, vagy? Igen. Egész nap. Hogy? Hogy? Értékes? Ez nem lehet. Mert szombaton tilos böjtölni? Szombaton tilos böjtölni? Mert ez szembe megy a Tájnuk Sábesz, aminek Sábesztel adja. Szombati élvezetekkel. Nem tudom, mire gondoltunk. Rabbi Yeshua b'reid Rav Idi Iklele b'reid Rav Ashi. Ezzel kapcsolatban mondja a Talmud, de egyszer Rabbi Yeshua Rav Idinek a fia Rav Ashinál vendégeskedett, és készítettek neki egy harmadik üsző? Üszőnek hívják a borjút? Igen, üsző. Egy hármas üszőt. Ez a hármas üsző, ez eglomesulesesz. Ez a kifejezés, ez szerepel a Tórában is. Ki emlékszik, hogy hol? Két helyen is szerepel. Egyszer szerepel, amikor Ábrahám szövetséget köt Istennel, és ugye a részek közötti szövetség keresztül kell állni a borjút. Ott úgy értelmezzük, hogy az három borjú. És van még egy hely, amikor vendégül látja az angyalokat, akkor is elküldi Ismáját, hogy készítsen egy hármas borjút. Hármas borjú. Úgy szoktuk fordítani, egy három éves borjú. De most nekem is egy újdonság. Itt a kommentárok azt mondják, megint nem egy erős oldala az én képzettségemnek, a mezőgazdasági termelés nem az erős oldala. De azt mondják a kommentárok, ez azt jelenti, ez egy olyan üsző, amit harmadikként szült, a harmadik ellés. Szóval miért? Mert a harmadik ellésből jön ki a legfinomabb borjúhús. Miért jön ki a harmadik? Mert mert addigra lesz elég erős a tehén, hogy kellem. Mi a harmadik ellésig? Igen, először elővasul üsző, aztán elővasul tehén, és aztán lesz tehén. Miket tudsz, Feri? Hogy tehenészetben dolgoztál, vagy? Nem, volt. Volt tehened? És már tehénnek hívták, vagy üszőnek hívták? Volt tehenet is, meg üsző is. Harmadik is? Ahhoz nem volt szerencsé. Ha már kétszer el lett, akkor azt a tehénnek hívják.
Nem, ő nem a tehénre mondta, nem hívják üszőnek. Azt mondtad? Nem hívják tehénnek, vagy nem hívják üsző, utána előhasú üsző, előhasú tehén, és aztán lesz igazán tehén. Oké, de nem arról beszélek, nem arról beszélek. De ez a harmadik ellés. Igen. Harmadik ellés. Minden ellésnél vált. Tehát valóban a paraszt embernek is értékesebb az az üsző már, ami harmadik. Jó, de ott a tehénről van szó, itt a gyerekéről van szó. Igen, de annyi valami jó. Szóval mindenképpen ez egy tehénből született harmadik gyerek. Én is harmadik gyerek vagyok, akkor lehet, hogy emberekre is igaz. A harmadik gyerek a legértékesebb. Az első kettőnél még olyan felemásan sikerülnek. Hogy? Embereknél ez nem igaz, az első is szemben. Igen? Fogadjunk, hogy vagy te vagy első, vagy a gyereked első. Nem, viccelek. Természetesen ez csak én találtam ki, hogy a saját értékemet növelje. De mindenképpen azt akkor hoztak neki egy ilyen üszőt. És nagyon finom, ez egy igazi delikatesz. És aztán nem kérek belőle, köszönöm szépen. Miért nem? Aztán csak nem azért, mert bőjtől a mester. Szóval igen, bőjtölök. Azt mondta neki, de hát azt tanította egyszer a Júda, az ember kölcsön adhatja a bőjtjét. Mindig kölcsön adhatja a bőjtjét, hogy ha én bőjtölök, és jön valami, de ez nem Jom Kipur, vagy mit tett is ebben, vagy rabik által elhatározott bőjt, magam által elhatározott bőjt, mondjuk egy ilyen álombőjt, és jön valami finom falat, akkor kölcsön lehet adni a bőjtöt, hogy majd akkor pótolom holnap a bőjt. Most abba hagyjuk, és pótolom holnap. Ezt mondta Rabbi Júda. Praktikus megvan, nem volt minden nap, nem lehetett minden nap ebédelni. Jött egy finom ebéd, akkor holnap pótoljuk. Azt mondta nekik, akkor miért nem csinálod ezt, hogy ilyen finom üszőhús nem fogsz enni? Amel lejó, tájnisz halomu, bamarabb hászja, amarabb hámo, ez egy, nem egy akármilyen bőjt, amit bőjtölök, hanem ez az álombőjt. És erre mondta azt, rababár, mert hászja, hogy olyan jót tesz a bőjt az álomnak, mint a len rostjainak a tűz, amit előbb mondtuk. És azt mondta Rav Chisda, hogy aznap kell bőjtölni. Én nem tudom kölcsön adni a bőjtöt, mert holnap már nem aznap lesz. Olyannyira aznap, hogy még szombaton is lehet bőjtölni. Oké, ez meg jó, akkor maradt több nekünk, aztán nincs ideírva, de mindenképpen akkor ezért nem evett ebből a delikátezből. Oké, visszatérünk a misnánkhoz. A misnánk mit mondott, hogy tilos belekezdeni bizonyos munkákba, egészen amíg el nem mondtam a mincha imát. Eljött a mincha imát, de a imája, akkor tilos belekezdeni munkába. Hogy végződött a misna? Ha mégis belekezdtem, akkor már nem kell abba hagyni. Tilos belekezdeni a munkába, de ha már belekezdtem, nem kell abba hagyni az imáért, de abba kell hagyni a smáért. Ugye a smá az egy tórai kötelesség. Tehát, ha elmentem a fodrászhoz, és mindjárt lejár a smá mondásának ideje, akkor a smáj miatt félbe kell hagyni a fodrászatot, ima miatt nem kell félbe hagyni a imát. Ha a tanilére is a émafszikim, szóval, hogy a Talmud, miért kell megismételni a misna végén, hogy az ima miatt nem kell félbe hagyni, ezt már a misna elején is tanultuk. Széfa a szalendimre tajra. De nálha vérünk soha iszom, hogy törjünk a szikén, nekik ismerjünk a szikén, hogy finom. Azt mondja, Talmud, miért? Mert ez egy új törvényt akar nekem jelezni. Mi ez az új törvény, amit eddig nem tanultunk? Hogyha Tóra tanulásról van szó, és együtt tanuljuk a Tórát, mint például most, akkor tilos, akkor nem kell az ima miatt megszakítani a tanulást, ha lekések az ima idejéről, de a smá miatt meg kell szakítani a tanulást. Tényleg nem kell megszakítani az ima miatt a tanulást? Szóval ez csak azokra vonatkozik, hogy Sanu Ella, akik egyébként Simenberg, a Hács, a Tair, azt mondom, azt mondom. Ez csak azokra vonatkozik, akik nem egyszerűen Tóra tanulást, Tórát tanulnak, a Tóra tanulás a mesterségük. Van egy ilyen fogalom, Tóra Tó, Unna Tó, akinek a Tóra tanulás a mestersége. Ez nem azt jelenti, hogy abból vizsgázott a OK és képzése, hanem azt jelenti, hogy egész nap Tórát tanul. Ha valaki félbehagyja a Tóra tanulást, hogy megnézze a 6 órás híreket, akkor természetesen az imára is félbe kell hagyni a tanulást. Ha valaki tényleg reggeltől estig tanul, egy pillanatra nem hagyja abba,
és közösségben tanul, akkor az ima idején nem kell félbeszakítsa a tanulást, a smá miatt félbe kell, hogy szakítsa a tanulást. Azt kérdezi a Talmud, egy helyen nem így tanultuk. Azt tanultuk egy rájtában, sem a szikinet filakak, elmészikinet isma. Azt tanultuk, hogy ugyanúgy, ahogy nem kell félbeszakítani az imáért, nem kell félbeszakítani a smáért sem. Miért mondod azt, hogy a smáért félbe kell szakítani mindenképp? Szóval a Talmud ott egy különleges esetről van szó. Ki tanja a híbe íbúsanad, amerab ádabar ába, hén tanul szavé de hagrajna, amerab én lazabben celak, sajú azt, hogy mi íbúsanad, be jávne lajma szikén lényeg kisvállásra. Azt mondja, van egy különleges eset, amikor se az imára, se a smát nem kell félbe szakítani. Se az ima miatt, se a smá miatt nem kell félbe szakítani azt, amit csinálunk. Ez nagyon érdekes. Mi az eset? Nem az egyszerű tóratanulás, hanem a szökőév meghatározása. Ezt tudjuk ugye, hogy a zsidó év az egy hold év. Az egy hold hónapokból áll. Minden hold hónap az vagy 29, vagy 30 napos. 12-szer 29 és fél az mennyi? Vannak matek szakosok, például a Györfi úr. 12-szer 29 és fél, mennyi? Most gyorsan a számológépen kiszállja, 354. 354, az 11 nappal kevesebb, mint 365. Akkor minden évben lemaradok 11 nappal. Egy idő után be kell hozni ezt a lemaradást, mert különben a Pészár nem tavaszra esne. Ugye? Hogy hozzuk be? Manapság van egy előre meghatározott 19 éves ciklus, és benne van, minden második vagy harmadik évben van egy szökőév, amikor egy hónapot hozzáteszünk, és akkor nem 12, hanem 13 hónapos az év. Régen ezt a Sanhedrin határozta meg, és különböző szempontokat vettek figyelembe. Milyen az időjárás, milyen a háborús helyzet, különböző dolgokat, és így határozták meg, még svát hóban, hogy a következő hónap Ádár lesz, hogy? Mindig Ádár. Mindig a tavasz előtti hónapot, a niszáneti hónapot duplázták meg. Most, hogyha erről van szó, és erről megy egy vita a Sanhedrinben, akkor nem kell félbehagyni. Akkor nem kell félbehagyni az erről szóló diskurzus. Egy olyan fontos téma, ami mindenkit érint, a naptár, hogy nem kell félbe. Érdekes különben a mai napig is, például milyen viták vannak arról, hogy a téli, nyári időszámítás legyen ez az óraátállítás. Ez egész, ez mindenkinek az életét meghatározza. Most, hogyha ha van egy ilyen, hogy egy plusz hónapot hozzáteszünk az évhez, és a Pészak egy hónappal később van, akkor ez mindenkinek az életét meghatároz. Emlékeztek, hogy volt egy pár nappal ezelőtt ez a történet, hogy az illető az Izraelen kívül is, az egyik rabbi az foglalkozott naptár meghatározásra, és nagyon mélyegesek voltak rá az izraeli rabbik. Emlékeztek? Nincs már meg? Nem volt olyan rég, egy-két hete volt. És oda küldtek két tanítványt, akik addig provokálták, amíg a végén feladotta. Jó. Oké. Okay. Most egy új téma következik, és most értjük, hogy miért volt szó arról, amiről eddig beszéltünk. Eddig mit mondtunk az előző misnában? Az ember, ha eljött a minha ideje, akkor ne kezdjen ilyen munkába, olyan munkába, amolyan munkába. Miért van ez? Mert most fogunk egy misnát tanulni, ami arról szól, hogy az ember péntek délután ne menjen ki a közterületre olyan tárgyal, amit esetleg magánál felejtene, mikor bejön a szombat. Ugye mit szok, az ember nézze meg a zsebeit péntek délután, miatt elindul, hogy nehogy, mikor bejön a szombat, nála maradjon valami. Akkor nagyon hasonlít ez ahhoz, mint hogy az ember, ha eljön a minha ideje, akkor ne kezdjen bele egy munkába. Misna, lo jejtzeh, a 11-es lap alján vagyunk. Lo jejtzeh, hajt be machtoj, szamuknak a sejha. Sem a iskach. A szabó ne menjen ki a tűjével, a esteledés közelettével pénteken, nehogy elfelejtse, és a tű a ruháján maradjon, és akkor viszi a tűt, az nem tűkön fog ülni, hanem tűket fog vinni szombaton. Ugyanígy a írnok a tollával. Néha lehet látni emberek, vannak ilyen, bejönnek a zsinagógába, nem rossz indulatból, de büszkén itt van a szép tollak, itt sorakoznak a zsebükben,
elfelejtették péntekre kivenni. Úgyhogy az írnok, ugye büszkén az itt tartotta a luttollat, ne menjen ki a tollal délután, nehogy elfelejtse. Egy másik elővezérázatossági szabály, hogy az ember ne tisztítsa meg a ruháit, és ne olvasson a gyertyafény mellett szombaton. Miért? Mert ugye ez a gyertya, ez egy olyan lámpás volt, amit ha megdöntöttél, úgy irányították, mint mondjuk egy olajlámpásnál is lehet a fényét a kanóc állításával növelni vagy csökkenteni. Ugyanígy ez egy ilyen kis kancsó volt, de ott volt a kanóc, és hogyha megdöntötted, akkor lehetett nagyobb a fénye, a másik irányba döntötted, akkor lehetett kisebb a fénye. És ugye nem akarjuk, hogy olvassál, vagy a ruhát tisztítsad szombaton a gyertyafényénél, a lámpás fényénél, mert a végén nem fogsz amit jól látni, és akkor rá irányítod a lámpást, és akkor ha növelem a fényét, vagy ha csökkentem, az olyan, mintha tüzet raknék, vagy tüzet oltanék, és tüzet tilos rakni, vagy oltani szombaton. Manapság ez nem vonatkozik azokra a lámpákra, amiket mi használunk, mert a legtöbb ilyen lámpán nem lehet állítani. Olyan lámpa, ami lehet állítani, tudjátok, amit lennek a fényét lehet följebb tekerni, lehetnek, annál tilos olvasni szombaton. Oké? Be emeszomru, az igazság az azt mondom, hogy azt mondták, Házan raja helyhanti naik, ez kaire, nem a lahu kaire. A melamed, tudjátok mi ez a melamed? A tanár, a gyerektanár. Itt úgy hívja, hogy házan, kántor, de igen, a kántor, és a melamed az ugyanaz az ember van. És a melamed nézheti, ahogy a gyerekek olvasnak, ő felügyelheti, hogy a gyerekek olvasnak egy gyertyafényénél, de ő ne olvassa egy gyertyafényét. Egy gyerek nem fogja a lámpást állítani. Egy felnőtt belefeledkezik, akkor igen. Ki jöjjtszöbön le jöjjkál a zavim, a zavaim, mit ne hergele vére. Azt mondja, ugyanígy. Egy teljesen más téma, egy elővigyázatossági szabály, hogy a folyásos férfi és nő ne egyenek egy asztalnál, nehogy az étkezésből kicsit tovább vigyék a dolgokat, és bűnbe essenek egymással. Ugye? Ha egy nőnek ciklusa van, egy férfinek ugye ez a folyásos betegsége van, a zav, akkor tilos a nemi kapcsolat. És az étkezés az egy olyan dolog, amiből könnyen lehet egy továbblépés, egy másik szórakozási formára. És ezért az ember egyen elővigyázatos, ne egyen egy asztalán. Ezek a mai napig az emberek nem szokták tudni, nem szokták észrevenni, mert nem ismerik ezt a szabályt. De egy férfi és egy nő, ha a nő nida, és havi ciklusa van, akkor esznek egy asztalnál, de ki kell rakni valami figyelmeztető tárgyat. Mi lehet ez a figyelmeztető tárgy? Lehet egy szalvéta, vagy egy evőeszköz, amit nem használunk. És azt, akkor rá kell mutatni, ez a figyelmeztető tárgy. Ez semmi. Egy férj és egy feleség között, az csak egy szempillantás. Ez az jó. Akkor van egy figyelmeztető tárgy, akkor már nem lesz ebből olyan buli, hogy abban baj legyen. De innen van ez az elővigyázatosság szabály. Oké. Akkor mit látunk, hogy tilos kivinni egy tárgyat péntek délután, ami mondjuk a szakmámnak a része, nehogy nálam maradjon véletlenül. Akkor ennek kapcsán a Talmud most elkezdi és mond egy brájtát fog idézni. Azt mondja, nálam haszan, tanultuk az Éruvin traktátusban, egy misnában. Laj ámod adom brüsszusza jachid, de Isten brüsszusza rávid. Az ember ne álljon a magánterületen, és igyon a közterületen. Nem olyan nehéz elképzelni, de a vizuális hallgatóink kedvéért azért bemutatjuk mindjárt, ha bekapcsol. Tam. Ennyit még nem gondolkodott. Lehet, hogy vírusos. Már... Táncoló vírusos, ugye? Jó.
akkor lehet, hogy mégsem. Oké, szóval az ember ne... Itt van az ember, ez egy magánterület, ez egy közterület. Az ember ne álljon itt, és kirakja a fejét a kulthoz, és igyon a közterületből. Ugyanígy fordítva ne álljon a közterületen, és tegye be a fejét a magánterületre, és onnan igyon vizet. Hiába a teste az... bocsánat. Hiába a feje bent van, de a teste... Az nem, és ezért az tilos. Ha viszont nem csak a feje van benne, hanem a testének a nagyobb része bent van a másik területen, akkor lehet inni. Értitek? Ha nem csak a feje lóg át, hanem mondjuk be is hajol, akkor lehet. Az a kút, az nem a kompunktúra, az nem köztetek. Ah, jó a kérdés, milyen fogunk erről beszélni. Most miről beszélünk, milyen ivásról beszélünk, és hogy milyen lesz szó. Miért ne csinálja ezt? Mert hogyha csak mert attól félünk, hogy csak a feje lóg be, akkor végén egy edényt oda fog tenni, és edénybe fogja a vizet mérni, és akkor meg fogja szegni, hogy egy területről ne vigyünk egy másik területről. Ha viszont az egész teste lóg be, azt nagyon nehéz megtartani, és egy figyelmeztető jel, azért nem fogja elfelejteni, és nem fog berakni egy edényt a másik területre. És úgy fejezi be, a Misna azt mondja, hogy hénbe gász. Ugyanígy a vájúval. Szerintem nem csak egy csapból, hanem ott van egy vájú, ugyanúgy nem lehet belőle inni, így értjük az elején. De most egyébként csak annyit mondod, és ugyanígy a vájúval. Nem tudjuk pontosan, hogy még ez mit jelent. Azt kérdezi a Talmud, in vaja leju, karmelis máj. Azt kérdezi a Talmud, oké. Ha ez egy közterület, akkor értsük, hogy a magánterületről a közterületre megtiltották a rabbik. De mi van akkor, ha ez nem egy közterület, hanem egy kármelit? Akkor ez a kármelit, az egy rabbinikus tilalom. És inni ilyen módon, az is egy rabbinikus tilalom. Akkor az már hány rabbinikus tilalom? Kettő. És van egy fontos szabály. Hogy nincs két rabbinikus tilalom, minden rabbinikus tilalom, ami elővigyázatosságból van, két egymásra épülő elővigyázatossági szabályt nem hozunk. Szóval annyira nem kell elővigyázatosnak lenni, a dolgnak nem lenne vége. Szóval itt egyrészt van egy elővigyázatosság, hogy egy olyan területet, ami nem lenne közterület, közterületnek nyilvánítok, ez a kármelit. És van egy másik elővigyázatossági szabály, hogyha állok egy területen, és van egy másik terület, akkor ne igyok a másik területről. De ez a kettő egymással együtt nem lehet, mert van egy olyan alapszabály, nincs schwusz, de schwusz. Nincsen rabbinikus szabály egy másik rabbinikus szabályra rétegezve. Mindig csak egy elővigyázatosság van. És ezt kérdezi Rav, miért mondod azt, hogy akkor is, hogyha a kármelit az, ahol a víz van, vagy ahol az illető áll, akkor is megvan ez a elővigyázatossági tilalom, akkor maga a kármelit, az is egy elővigyázatossági tilalom. Ugye mi ez a kármelit? A Tóra szerint a kármelit, az makom ptur, az egy fölmentett terület. Akkor itt, ha kármelit mondjuk a csap, ahogy a Kálmán mondta, akkor az egy rabbinikus tilalom, és még inni az egy másik, akkor a kettő üti egymást. Amara báje, manna, amina la, de tani, vechén, be gász. Máj gász. Azt mondja erre a báje. De Ravek, most egy tisztázunk. Az volt a kérdés, hogy a kármelittel mi a helyzet? Erre mit mondott a báje? Azt mondta, az is tilos. Mit mondott Rava? Azt mondta, megengedett. Miért?
mert két rabbinikus tilalom. És olyan nem létezhet. Oké. Okay. Azt mondja a bája, figyelj! Miért mondom én azt, hogy ez tilos? Mert mi volt a misna vége? A misna vége az volt, ugyanígy a vájúban. Oké, okay, akkor mi a vájú? Hogy képzeljük el? Itt van egy ház, magánterület. Itt van egy... Ez lehet vájú, ez lehet hordó, ez lehet egy... Mondjuk... Itt egy vájú. Elnézést, nem vagyok olyan nem profi a rajzban. És ebben van a víz, és az illető kihajol, és a vájúból iszik. És azt mondjuk, a vájú is tilos. Mi ez a vájú? Milyen státusza lehet a vájúnak? Azt mondja, ír és össze Jachi Tanina, ír és össze Rábim Tanina, el a Láv Kármely, azt mondja, a vájú az mi? Magánterület? Ezt már mondtuk az előbb. Közterület? Azt is mondtuk. Akkor mi maradhat? Kármelit! Akkor ezért mondom azt, hogy tilos, mert az van írva, és ugyanígy a vájúban. El azt mondja, Raven, nem ezt jelenti a vájúban. Vájú az pontos. Milyen jé a vájú? Pontos? Pontos, vagy elég? Én is így értettem, csak mert akartam tudni, hogy tudjátok-e. Nyilván, hát nyilván nem lesz pontos, és hosszú úr, ugye? Legalább ezt tudtam. A vájú az, miről szól a vájú? Az eddig ahogy értettük, hogy az a szombati tilalomnak a része, azt mondja, rá vannak. Nem erről van szó. Azt mondja, Rove, már rehénbe gáz. Lényen Meisser, hén a marav se is ez, hén a gáz, lényen Meisser, na, se is szinten a gázben a chámen bén a cöjt, nem patol, divre mé, ebbe lezze ben cedek mechájv, chámen mén, mál chámen chájv, a cöjt, nem patol, ők nésem mechák, szóval mondom, és miről szól a vájú? A vájú, lehet, hogy hülyeséget mondok most, de valahogy a borral kapcsolatos. Ez vagy hordót jelent különben, vagy tényleg egy vájút. Itt nem tudom én, itt préselik a szőlőt, és utána bemegy egy hordóba. Oké? Okay? Most én ide jövök, a szőlőből kell hozni egy tizedet. Azután lehet használni a szőlőt, hogyha hoztam egy tizedet. Mikor kell hozni azt a... Amíg nem hoztam tizedet, addig nem lehet magánhasználatra enni, inni belőle. De mikor nem lehet inni, enni, inni belőle, hogyha ez egy leüléses elésívás? Hogyha ez csak egy kóstolás, egy munka közbeni átmeneti kóstolás, akkor lehet. Azt mondja, de mi a helyzet a borral? Ha én innen kiveszem a bort, ugye, akkor ez nem nagyon sűrű, akkor azt, ugye azt mondtuk, hogy fel kell önteni. Bele kell tenni a bor koncentrátum, sokan nem szerettek ezt a kifejezést. Mindenképp a bor nagyon sűrű, akkor bele kell tenni egy kis vizet. Ha már beletettem vizet, akkor azt mondja, ezt már teljesen normál használatra, tehát csinál használatra. Alakítottam át, és tizedet még nem hoztam. Azt mondja, Talmud, mi a helyzet azzal, amikor a vájúból meritek, és beleöntök vizet? Három vélemény van. Mi ez a három vélemény? Rabbi Lezer megtiltja, azt mondja, már fölöntötted vízzel, az már olyan, mint hogyha használnál. A bölcsek azt mondják, ha hideg vízzel öntött föl, akkor lehet, ha meleg vízzel öntött föl, akkor nem lehet. Mert ha hideg vízzel öntöd föl, belekóstolsz, még mindig visszaöntheted a vájúba. Ha meleg vízzel, akkor nem öntheted vissza a vájúba, mert tönkreteszi azt, ami a vájúban van. És Rabbi Meir azt mondja, ha a vájú fölé hajolsz, amikor iszol, akkor lehet. Miért? Mert akkor nem fogod elfelejteni, hogy ez még csak egy átmeneti használat, és nem fogod elfelejteni a tizedet meghozni. És ezt jelenti azt, hogy ugyanúgy, mint a vájú. Olyan, mint a vájú. Nem a szombati tilalomról van szó, hanem a tized előtti használatáról a bor, élvezetéről a bornak. Értitek? Rabbi Meir véleményét követve. Szóval akkor ugyanígy a vájú az nem a szombati tilalomra vonatkozik, mert ott valóban, mivel a vájú az egy kármelit, akkor két tilalom rakódna egymásra, és két tilalom nem rakódhat egymásra, hanem itt a tizedelés nélküli vájúban lévő borról van szó, amiről azt mondja, ami miért, hogyha a vájú fölé hajolsz,
akkor fölöntheted vízzel, és ihatsz belőle, mert nem fogod elfelejteni, hogy ez még csak egy átmeneti ideglenes használat. Egyáltalán szombatok szabadni meleg vizet megfogni. Meleg vizet megfogni? Igen, hát nem analóg a tűzgyújtás. Nem. A meleg víz az nem tűzgyújtás, de egy másik kérdés, hogy nagyon forró vízzel nem lehet valamit felönteni, az olyan, mint a főzném. De nyilván nem forró víz, az nem tudnám meginni. De ez egy külön témáról, majd lesz később szó, de jó kérdés. Oké, van egy másik kérdés, ez lesz az utolsó kérdése a Gemarának most. És lesz benne egy-két egzotikus pillanat. És a kérdés a következő. Szombati munkatilalom akkor szeged meg a szombatot, ha normális annak módja és rendje szerint csinálod, amit csinálsz. Mondjuk vegyünk egy példát. Írni kézzel szoktunk. Ha őrök, ez tilos szombaton, de a tórai tilalmat nem szegtem meg. Mert a tórai tilalom akkor van, hogyha kézzel írok, nem ha szájjal írok. Ez a sinúj fogalma. Még sőt, ha én jobbkezes vagyok és én bal kézzel írok, akkor azzal az tilos, rabbinikusan, de a Tóra szerint nem szektem meg a tilalmat. Ugye ezért például, ha nagyon, mint a életmentésről van szó, és nem muszáj, akkor lehet, akkor inkább bal kézzel írjak alá valamit, vagy valami. Legyen egy sinúj. A kérdés az az, hogy hogy mi a helyzet ezekkel, amiket tanultunk. Hogy például az ember ne menjen ki péntek délután a tűjével a ruhájában, vagy a tollával a zsebében. Ugye? Ezek nem a normál használat. Az ember nem általában a tűt nem a ruhájában szokta vinni. Miért viszi a ruhájában a szabó? Mert büszke rá, és akarja, hogy lássák mindannyian, hogy ő egy szabó, és ne haragudj, uram, meg tudja varni az oktimat? Oda fognak hozzá menni? Ez egy ilyen védjegy, vagy egy ilyen... Hogy? Marketing, egy marketing eszköz. És ezért mennek így. Na jó, de akkor ezek szerint ez nem egy normál használat. És péntek délután van, akkor az már két rabbinikus tilalom egymásra rakódik. Értitek? Szombaton a Tóra szerint nem lenne tilos nem normál használattal vinni valamit. Egy sinúja. Csak a rabbit tiltották meg. És most nem is szombat van, hanem péntek délután. És csak azért tilos, hogy nehogy bejön az este, nehogy elfelejt. Két tilalom rakódott egymásra. Akkor miért mondod azt, hogy két tilalom nem rakódhat egymásra? Itt van egy konkrét példa, ahol két tilalom rakódik egymásra. Az, hogy nem normálisan, annak a munkája vagy normális menete szerint viszek valamit, és az, hogy nem is szombaton viszem, hanem péntek délután. És azt is megtiltották. Akkor látjuk azt, hogy a Kármelitnél is tilos lenne így inni, mert hiába két tilalom rakódik egymásra. Tehát az a kérdés, hogy rakódhat-e tényleg két tilalom egymásra, vagy sem? Azt mondja, a Talmud nem. Ez egy félreértés. Nem arról van szó, ahogy értelmeztük, hogy a szabó péntek délután a ruhájában viszi védjegyként a tűt, hanem a kezében viszi. És akkor csak egy tilalom. Egy rabbinikus megkötés. Az, hogy péntek délután van. Mert a vivés az egy normál vivés. Azt mondja, a Talmud, de van egy probléma. Van egy brájta, Tasmá, van egy brájta, ahol konkrétan azt mondja, hogy jéjtse Adam be Mártajat, hova be lőj be Bigdaj. Van egy olyan brájta, ahol konkrétan azt mondja, nem úgy, mint a minisztánk, mert csak annyit mond, hogy ne menjen ki a tűjével, hanem azt mondja, ne menjen ki a szabó a tűjével a ruhájában. Akkor ott egyértelmű, hogy nem kézben viszi. Akkor mégis csak két tilalom van egymáson. Hogy lehet ezt a problémát feloldani? Hogy ott viszont nem, azt mondja, Talmud, nem, ott szombatról van szó. Szombaton ne menjen ki a tűjével a ruhájával. Nem péntek délután, mert péntek délután, akkor kell tényleg két tilalom rakod egymásra. De a tánya azt mondja, jó, de van egy másik, ahol már konkrétan ez is benne van. Úgy hangzik a brájta, a lojjéca, hájba, vártad, húve, vidőbe, erev sába szimha séjha. Az ember, a szabó ne menjen ki a ruhájába tűzött tűvel, péntek délután. Akkor péntek délután, és a tű a ruhájába van tűzve, és nem a normál vitel. De egyértelmű, hogy két tilalom rakódott egymásra, amit nem lehetne szerinted.
Azt mondja, ha manni Rabbi Judai, azt mondja, nem. Ez egy egyedi vélemény, mert miért Rabbi Judai azt tanítja, hogy amikor azt mondjuk, hogy mi a normál használat, akkor a normál használatban neked tényleg nem férne be, hogy egy tűt így viszel a ruhádban. De egy szabónál, mivel ez egy megszokott dolog, ugye a szabók mindig itt nem tudom, betűzik a tűket, vagy a szájukban viszik a tűket, az egy normál használat, mert ő a szakmájában, aki a szakmájában, annak egy normál használat. De Tánya, ahogy tanultuk, Lajéncák, Hájdra, Máhtaját, Huvelőjbe, Bigdajvelő, Négarbe, Készszam, Söbe, Aznaj. Figyeljetek, milyen szakmák és milyen végjegyek voltak. A szabó ne menjen ki a tűvel a ruhájában, a asztalos ne menjen ki vonalzót. A vonalzójéval a füle mellett. Itt a takács ne menjen ki a gomb, hogy mondják? Leírtam magamnak. Gombolyítójával a fülében. Ők is a gombolyítót azt itt tartották. Vlaj gárdi be ira, se be aznaj. És az se, aki fésül, a fésült is, gondolom volt egy ilyen szak, hogy átfésülték a ruhát, a fésű is itt volt. Vlaj cába, de dugmasöccel a cába, a festő, a szobafestő ne menjen a nyakában festék mintával. Gondolom, hogy mint manapság is hoznak neked 15 féle, mondom, melyik színkódot választod. Na, a színkódok a nyakába voltak akasztva. Lajsul Hanni, be dinarsebe az nagy. És a pénzváltó a pénzzel a fülén. Hol tartják a pénzváltók manapság a pénzt? A zsebibe. Nem a zsebibe, ha egy nagyot, a nagy... Hol? Hasitasi, igen. Ha nem vagy pénzváltó, akkor nagyon ciki hasitasiba járni. De ha pénzváltó vagy, akkor ez a szakmár. Mi miatt a patu. Ha mégis valaki kiment, akkor fel van mentve. De asszul, tilos a rabinikus tilalom miatt. Dibre rabbi, miért? Rabbi Judai, mert uman derechum nosszai, hájom a sarka adnak patu. Rabbi Judai azon a véleménye van viszont, hogy mivel ezek a szakmai működés részei, ezért ez a normál vitel. Egy normál embernek itt vonalzóval járni, az nem egy normál vitel, az egy sinúj. De egy asztalosnak ez a normális ügymenet. És ezért ő neki ez egy tórai tilalom lenne így kimenni szombaton. És itt is, amikor azt mondjuk, hogy a tűvel ne menjen ki a ruhájában a szabó, az lehet péntek délután, mert akkor csak egy tilalom van. Mert nincs sinúj, nincsen változás a vivésben. Akkor az egy rabinikus tilalom a péntek délután megtiltása elővigyázatosságból. De a tű az egy normális vitel, ott nincs rabinikus tilalom. Most jön az egzotikum, gyerekek. Fú, ez kemény lesz. Tane hádak, lajétszá zav be kiszaj, vim jatsza patu. Ával asszul. Tánya idak lajétszá, vim jatsza hájf hátosz. Ennek kapcsolat a angol következőt kérdezik. Ha valakinek folyásos betegsége van, ki mehet-e a katéterrel szombaton vagy sem? És ez nem egészen katéter volt, mert a katétert azt bekötik. De volt egy ilyen kis valami, ami felfogta a problémákat. Elvileg, hogy ne piszkolódjon az ember ruhája, de mindenképpen én most ezt elneztem katéternek, itt csak... Ez vizelet. Igen, de mondom, ezért mondom, hogy ez nem egy pontos meghatározás, csak most nem azon ideje, hogy katéter, arámi úr, hanem azon ideje, hogy táska, a táskájával, vagy tartájával. De erről van szó, hogy valami, hogy ott felfogja a problémákat. Oké, az egyik helyen azt tanultuk, hogy ez egy tórai tilalom. A másik helyen azt tanultuk, hogy ez egy rabbinikus tilalom, most nevezzük a történet kedvéért katéternek. A katéterrel kimenni a sábeszkor a atyában.
Hogy lehet ezt az ellenmondást feloldani? Amar Rabbi Yosef, lehi kása, Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Azt mondta Rabbi Yosef, nagyon egyszerű. Az egyik Rabbi Meir véleménye, a másik Rabbi Yehuda véleménye. Rabbi Meir azt mondja, hogy ugye minden, ami eltér a normálistól, a szombaton nem, tórailag nem tilos. Nem egy normális dolog, az ember katétárral jön-megy, akkor ez eltér a normálistól, ezért szombaton ez csak rabbinikusan tilos, nem tórailag. Rabbi Yehuda viszont azt mondja, hogy minden, ami normális, az nem az általános normálisra vonatkozik, hanem rád. Ugye a szakmára például, a normális embernek nem normális, hogy itt egy tűvel járjon, de egy szabónak igen. Egy olyan embernek, aki zov, akinek folyásos betegsége van, annak normális dolog, hogy egy ilyen katéterszerű dologgal jár. És akkor ezért van a két egymásra látszólag ellentmondásos brájta. Amerné a bája. Én múlva sem mátlenebb mér, be midin le hajnú orhé, be midin le hajnú orhé, smájta le. Azt mondja erre a bájért, nem jó ez a válasz, miért? Mert szerintem Rabbi Meir is itt egyet fog érteni, hogy ez egy normális ügymenet. Ugye ő ott, amiről beszélt, az arról szólt, hogy olyan dolgok, amiket más kézzel vinne, és te pedig a ruhádba vagy a füleden viszel, az normális ügymenet vagy sem. Rabbi Meir azt mondta, hogy még ha a szakmád része is ez, akkor sem normális ügymenet. Rabbi Yehuda azt mondta, ha a szakmád része, az normális ügymenet. Tehát miről van szó? Egy olyan tárgyról, amit az átlag ember kézzel visz, a szakmában meg a fülükön viszik, vagy a ruhájukon. De egy katétert nem visz a kezében. És akkor még itt is Rabbi Meir egyetértene, hogy ez a normális vitel, és ha ez a normális vitel, akkor ez a Tóra szerinti szombatszegés. Mi lesz a feloldása? Azt mondja, a Talmud attól függ, hogy hány folyás látott. Kettőt vagy hármat. Miért? Mert ugye mi az előírás? Ha valakinek folyásos betegsége, most csak a férfiakról beszélünk, mert a nőknél ez bonyolultabb. A férfiaknál folyásos betegsége van, akkor ha csak kétszer látott folyást, akkor még akkor meg kell várni, hogy vége a folyásnak, és várni kell egy pár napot, és utána elmegy a mikvébe, hogy megtisztuljon, és utána visszatérhet a normál életbe. Már, ha viszont már háromszor látott folyást, akkor szigorúbb az előírás, akkor meg kell várni a 7 tiszta napot, amíg nincs utolsó alkalom, hogy nincs folyás, és 7 tiszta nap. És utána kell elmenni a mikvébe, és egy áldozatot is kell hoznia. Most akkor azért van a kettő folyás és a három folyás közötti különbség, mert a két folyásosnál azért engedték meg, hogy viseljen egy... egy táskát, egy katétert, vagy egy táskát, hogy tudja, hogy volt-e harmadik folyása vagy sem. Mert lehet, hogy ember nézze, hogy ennek a folyásnak az is része, hogy az ember nem érzi a folyás. Akkor az, hogy tudja, hogy van-e harmadik folyás, azért kell valami, ami felfogja a dolgokat, és ezért megengedték neki. De ha valakinek már volt három folyása, akkor már teljesen mindegy. És ezeket azért nem engedték meg neki. Értitek? Erre azt kérdezi, hogy a Talmud Májsna, Zobás térjéhez de hájadni, bajlindik dika. Zobás, és nem így bajlindik szfira. Azt mondja, Talmud, ez nem egy jó válasz. Mert igaz, hogy akinek már volt három folyása, az mindenképp kell, hogy számoljon 7 napot, és kell, hogy hozzon egy áldozatot. Akinek két, és ezért már azt gondolnám, hogy mindegy, hogy van táskája vagy sem. De egy, és a két naposnak viszont nem mindegy, vagy a két látásosnak nem mindegy. Miért? Mert ő, hogyha nem lát még egyszer, akkor elesztjük. Ha viszont lát még egyszer, akkor kell hozni. Ez olyan érdekes most csak ez, mint a vírusnál, hogy mondják, hogy vannak különböző szimptomák. Ha ennyi szimptoma összejön, akkor valószínűleg beteg vagy itt is. Ha háromszor láttál, akkor már ez egy komoly folyás, és akkor betegség, és akkor ott meg kell várnod a 7 napot. Ebből a szempontból igazad van. De van egy másik szabály, ami miatt a három látásosnak is kéne hordania. Mi? Hogyha nekem volt három látásom,
és elkezdtem számolni a 7 tiszta napot, és a 7 tiszta nap közül, mint a negyedik napon megint láttam, akkor újra kell kezdeni a számolást. Akkor mindegy, hogy már volt 3 látása, akkor is meg kellett volna, hogy engedjék a táskát, a katéter táskát, mert a tiszta napok közben vagyok, és kéne, hogy, hogy tudjam, hogy tényleg tiszta napon volt-e, és nincs-e még egy látás, még egy folyás. Akkor nem jó ez a válasz. Követtek még? Azt mondja, a Talmud nem. Ha ugyanarról a napról beszélünk. És ha ma szombat van, és ma láttam a harmadik folyást, akkor nekem már teljesen mindegy, a holnaptól kell hordanom a táskát, de ma, ha látok egy negyediket, egy ötödiket, mindegy, mert ez a nap már nem jó, akkor ezért nekem tilos ilyen táskát hordanom, csak azért, hogy itt a ruhám tiszta maradjon. De egy olyan ember, akinek még csak 2 látása volt, hogy van? Egy olyan ember, akinek még csak... Igen. Akinek 2 volt, és ezért lesz változás, hogyha lát 3-at, akkor neki meg van engedve. Van-e kérdés? Mondtam, hogy lesz exotikum, és még nincs vége. Holnap folytatjuk. A Talmud azt fogja kérdezni, jó, de mégis a ruháját összepiszkolja, és azért nem is foglalkozunk, hogy a ruháját összepiszkolja. Várjatok ki, holnap folytatjuk.